Hello mindenkinek, én Salai vagyok, és a mai videóban jégkrémeket fogunk készíteni. Vettem az IKEA-ban, nem KFC-ben, IKEA-ban. Ilyen nagyon férfias jégkrém készítő dolgokat. Hát ilyen jégkrém tároló. Pálcikás jégkrém készítő szettet 700-800 forint környéke volt, mert megkívántam a jégkrémet, de olyan jégkrémeket, amiben igazi gyümölcs van, illetve plusz egy érdekesség, amit hamarosan látni fogtok. Kezdem akkor az érdekességgel, mert miért is ne? Uborkás jégkrém. Igen, tudom, furának hangzik. Egy kis uborka levet, ez esetben kovászos uborka levet öntök ebbe a tálba. Az arányokat nem tudom, csak egy videóban láttam, hogy ezt így vannak emberek, akik fogyasztják. Teszünk bele egy kis cukrot. Lehet, hogy... Ja, kb. Ennyi. Mert sokkal több uborka lévet csináltak, és egy kanállal tettek bele. Szóval... Fogalmam sincs, ezt nem tudom elképzelni semmilyen arányban se, hogy ez jól működne, de azért... És valahogy ezt el kéne kavarni. Esetleg, ha megmikróznám. Mikróztatok már uborka levet? Én se. De majd most ki fog derülni. Most, hogy fél perce beraktam a mikróba, feloldult benne a cukor. Fogunk egy uborkát, felkarikázzuk, és belehelyezünk mondjuk 3 karikát. Ja, az fontos, hogy egymásról legyenek a karikák. Legalábbis a videóban úgy jól nézett ki. És ha sikerül, hozok egy tölcsért. Jelen pillanatban nincsen tölcsérem, szóval egy shakerbe fogom áttölteni. Szóval... A lényeg, hogy ráöntöm ezt a cukros uborka levet, és majd mehet be a fogyasztóba. El is készült, ezt kicsit túltöltöttem, mindegy. Következő! Sokkal egyszerűbb lesz a következő. Fogunk egy almát, és ilyen kis cikkekre vágom. De pont akkorára kéne, hogy beleférjen ide. Belerakok néhány cikk almát. És töltök rá ilyen 100%-os almalevet. Őt is majd jól megfagyasztjuk. Íj! Fejét a tetejére. Ez nem biztos, hogy jó így. Ezzel megmerem ezt csinálni, de a uborkalével nem. Mármint a cukrozott, mikrózott uborkalével. Nagyon jó. Hát eddig egyszerűek voltak, és a harmadik se lesz túl bonyolult. Szóval fogok egy banánt. Ti melyikek vagytok, akik itt elől bontják, vagy akik itt hátul? Amúgy itt hátul a majmok szokták, akik nem használják normálisan a hüvelykujjukat. Bocs, sorry! Na mindegy, én elől szoktam. Felbontani a banánt. Fogom a banánom. Először is csinálok ebből is egy ilyen 6 darab karikát. Ezt a végét megeszem. A maradékot berakom egy turmix gépbe. Beletöltünk 2, meg még 2 kávétájszint. Az a különbség az SBG legolcsóbb, és az egy 20 forint a drágább között, hogy az SBG-nek a tetejét alig lehet letépni, a normál, a másik tejszínnek meg le lehet tépni a tetejét. Ennyi. Szóval beleteszek 4 kávétejszínt, és összeturmixolom, így lightiba. Kész is vagyunk. Most jön a szokásos dolog, belerakom a formába a banánkarikákat, és öntöm a turmixot. Hogy ha azt szeretnétek elkerülni, hogy ne legyen buborékos, akkor egy ilyen szűrőn keresztül kell öntönötök. Nekem jó az, hogyha buborékos. Engem nem zavar őszintén. Elkészültek a jégkrém formáink, bele is tettem a kiöntött tejszínbe, jó fasza. 4 órára berakjuk őket a fagyasztóba, aztán kóstolás. Addig is nézzétek meg, ahogy Marcival és Carmennel alkoholos jégkrémeket kóstolunk, jó? Köszi szépen, a videó végén meg kiderül, hogy ezek milyenek lettek.
Na és akkor itt vannak velem. Az alanyok, a tesztalanyok. Tehát, hogyha arról van szó, hogy meg kell hízni, akkor engem hív a Márk a csatornájára, és eléggé jó munkát végzel, szeretnék gratulálni hozzá. Egy 10-es minimum fölment szerintem, amióta szerepelek a csatornádon, de szerintem van az már 15-20 kiló is. Nyilván most nem csak hízni fogok, hanem be is fogok baszni, ha már itt vagyok. Piña colada, mojito és strawberry daiquiri, tehát ilyen koktél alapú, hát kalippó, kopik. Disney betűtípussal mindez. Mi a neve ennek a márkának? Gelatelli. Nem tudom, hogy ez egy létező márka, de a Lidl forgalmazza kizárólag. Úgyhogy ez a Lidl saját márkája. Ha minden igaz, van egy negyedik íz, de ma nem volt. Lényegében hárman fogunk szopni különböző rudakat ebben a videóban. A mojitós 4,1%-os, a piña coladás 2,7%-os, illetve a strawberry daiquiri is 4,1%. Namaste mindenkinek! Tényleg kíváncsi vagyok, hogy legalább egy becsicsentésnyi alkohol kerül-e a szervezetembe. Körömlak lemosó illata van kicsit. Kicsit ez ehető? Érdekes. Kicsit fura is. Van, tehát ez kásás. Kezdik ott, hogy kásás. Nekem nagyon durván érzedik az alkohol. Azaz. Fú, hát ez 3-10 lehet berögünk. Ez alkoholos. Ez nagyon alkoholos. Amit még tudni kell erről a jégkrémről, 4 darabos doboz, 999 forint. Most megint találtok ki valami kihívást, hogy ezt ledolgozzam. Amúgy ízre. Tehát ízre azért nem annyira adja. Hát még nem is hittem ilyen. Jönnek rendőrök, nyilvános hely alkoholizálás. Ugye, semmi gond, fagyizunk. Tehát fagyizunk, mi nem alkoholizálunk, nem piálgatunk. Amúgy a strawberry daiquirit még én se hittem. Mojito flavor. Ez akar mondani, itt már nem izé szarakodtak azzal, hogy a dizájnt azt rátegyék a jégkrémre. Mentát rakottak volna. Hát vagy ugyanazt, amit nézd meg, de itt még ott van. Tehát, hogy a dobozon még rajta van, mint hogy olyan lenne a doboz, viszont élőben meg már nincs rajta. Jól néztem. Ez szarabb? Hát nagyon durva, ez jobban érződik. De hogy nekem tetszik. Ez brutál is. Tényleg, nektem veszély már neked, akkor az előző az... Ettél már amúgy strawberry daiquiri, vagy itt emel ilyen strawberry daiquiri? De már most rosszul vagyok. De amúgy annyira nem innék. De már most rosszul vagyok ezektől. Nem baj, én férfi vagyok. Mi férfiak fasságokat csinálunk. Harapjunk. Harapunk egy nap. Te is harapsz a nagyot, mert nem? Jó. Idáig. Ez nem tudom. Nekem még is. Na, 3, 2, 1. Egy hat baszott nagy marab pörkölt harapás. Miért teszitek ezt? Úristen, milyen hangok. Ez nem vagy jó ötlet. Nem, hova nem. Én egyszer érzem azt, hogy most a pia túladagolás volt, meg azt, hogy agyfanyás. Igen, szinte rosszabb, mint az epres. Igen. Érzitek az alkoholt egyébként? Nem, nem érzem, hogy ez csak 2,7% lesz. Kicsit én egy minimális szinten érzem. Én is egy picit. Érzed? Ja. Hát azért, meg hát azért már az ízében is lehetett érezni az alkoholt. Na, ez megint kiment minden. Na nézd meg, itt megint meg volt az effort. Na, de ez kókusz illatú. Ez nagyon ez jó illatú. Illatú. Végre. És jó, és finom az íze. Tényleg? A háromból egynek, aminek finom az íze. Végre. Ez nagyon jó. Ez nagyon jó. Thank fucking God, egy jó ízű fagyi. Ebből volt a legtöbb. És ezt veszik a legkevesebben, vagy ebből gyártanak a legtöbb? Mert csak 2,7%. Ú, de ez nem nagyon vagyok, finom. Nem vagyok én punci, hogy 2%-osat tegyek, ezt ott szenvednek. Ezt mondja, nem. Mindenki aztán remélem szenvednek. Ez finom ízű, azért, mert ebben nem dominálja az alkohol az ízeken. Na ez. Ezért csinálom ezt a csatornát, hogy kiderüljenek ezek az nyilvasznyi különbségek, amik az a kurva megy. És egyébként, hogyha koktélok közül nézzük, akkor is ezt a sorrendet állítottam volna. Piña colada, mojito és a strawberry, ami mondjuk legyen, mit tudom én, a strawberry koktél. Daiquiri. Kellően édeskés. Ez finom van. Ez nagyon finom. Ez finom. Jó, hát 3-ból 1, ez nyerő volt. Elmajszolgatom azért rendesen. Nem várom meg, még befejezzük, mert sokáig fog tartani. Köszönöm, hogy
elfogadtátok a meghívást. Ti, hogyha zabálni kell, vagy inni, én közösen itt vagyok. Közösen kell nyalni, akkor itt vagytok. Köszönöm. Ti egymásnak is nyalunk, és egymásért is nyalunk. Nagyon szép szavak, zárszónak. Emlékeztek még régen a Danoninóra, ami joghurt volt, de aztán fagyivá lehetett varázsolni. Csináltam ebből a kókuszos mandulás joghurtból olyan fagyit, mint amit gyerekkoromban. Etetek kiskorotokban Danoninót? Danonino! Nem emlékszem, hogy hogy kellett ezt kiszedni, mikor megfért a cucc. Gondolom, szét kellett törni. És régen adtak, vagy volt hozzá pálcikánk, de most egy kanalat tettem bele, hogy az legyen a pálcika a pálcikás jégkrémembe. Amúgy most veszem észre, hogy ez is Danon. Ott van lent. A jégkrémembe is. Kókuszos. Mandulás. Kellemes. Na jó, ezt most nem fogom megenni, mert örökké valóságig tart. Nézzük meg, hogy mi lett a saját készítésű jégkrémekből. Ez a kettő az uborkás. És úgy nézem, mintha nem lenne teljesen, ez még megfagyva. De! Ezt skubizzátok. Hoppá. Uborkás jégkrém. Hú. Uborka saláta. Nagyon frissítő, mert ilyen savanyú. Ott kicsit édes is volt. Ott nagyon durván frissítő cucc ez. Várj, megnézem a másikat is, hogy mennyire. Ha. Ez is elég menő. Ezek az jó design. Csak már olvad. Vagy nem tudom, nem fagyott meg teljesen, vagy amint kivettem, azon elkezdett olvadni. Jó, az uborkás az ízlik. Meglepő. Meglepő módon. Ja, hogy miért van ilyen közel a kamera? Hogyha hát valami... de finom! Hogyha hát valami... clickbaites. De király ez is. Ez se fagyott meg teljesen 4 óra alatt sajnos. De az almás... almás jégkrém. Az itt elég sok lehetőség van ezzel kreatívan. Szúnyogok, menjetek már! Hülye szúnyog. Szóval elég sok lehetőségünk van ezekkel a jégkrémekkel kreatívkodni. Ez például elképesztően finom zöld almás. Vagyis hát igazából csak sima almás. Mert maga a alma lé ízét érzem, ez pedig ilyen dizájnolom benne a alma, de utána nyilván megeszem a végén. Nézzük a banán turmixomat, mennyire fagyott meg. Jó bele fagyott. Wow. Hát ez érdekes. Hát ez végül is összességében csak banán. Ledarált banán, banánkarikákkal. Ez annyira nem fagyott meg, tehát egy harapható állapotú. Nagyon finom. Aha. Ez a banános cucc, ez nem akarja megadni magát. Édes, almás. Savanyú uborkás. Popsicle. Remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, hogyha igen, akkor kérlek iratkozzatok fel a csatornámra, vagy csak lájkoljátok a videót, ahogy szeretnétek, nekem mindegy. Danonino, ez a legkirályabb dolog a világon. Már nem. Az, hogyha joghurtot lefagyasztod, és így pálcikás jégkrémként teszed, az a legjobb dolog a világon. Illetve, úristen, hát ez mennyi jégkrémet fogok mostanában enni, Jézusom? Zseniális! Zseni vagyok, srácok, zseni vagyok!
vegyetek ti is ilyen jégkrém tároló cuccot, aztán csináljátok saját jégkrémet, nagyon király. Lehet, hogy még fogok csinálni egy videót valami őrültebb dolgokkal, mint, hát hasonlót, mint ez az uborkás. Meg majd próbálok én is saját alkoholos pálcikás jégkrémet csinálni, mert az alkohol ugye nem fagy meg, viszont ha sikerül lecsökkenteni a 4% környékére, akkor már meg tud fagyni, például a sör aztán már meg tud fagyni. Eléggé kiaknázatlan terület ez a pálcikás jégkrém biznisz. Tudok egy helyet, ahol ilyen nagyon király, ott tettem először ilyen kókuszos pálcikás jégkrémet, amiben tényleg ilyen kókuszdarabkák voltak, pont mint ez egyébként. De ezt régen ettem, 1-2 évvel ezelőtt, és azt mondtam, nagyon durván felment az ára, és ilyen, nem is tudom, 700-800 forintot elkérnek egy pálcikás jégkrém, mert brutális, brutális. Pedig csak türelem kell hozzá, elég olcsó. Főleg ez, megveszed a joghurtot, beleállítasz egy kanalat, ja, előtte rajta hagyod a fóliát a tetején, kivágod, beleállítod a kanalat, berakod a fagyasztóba, és itt van 4-5 óra, nem tudom meddig volt benne, 4 és 5 óra között, és kész, megfagyott. Ezek szerint több idő kell. De ezek kis fullosak. Most már tényleg ennyi. Sziasztok!